Változások az építkezéseknél. Az önkormányzatok hatáskörét és az építési napló vezetését is érintik az új szabályok. Mini bölcsőde és nevelőszülői hálózat. Új szolgáltatásokkal bővítette tevékenységi körét idén az Oltalom Szeretett Szolgálat. Jelentős útfelújítások 2019-ben. A megyeszékhelyen 20 földutat aszfaltoztak, és mintegy 120 millió forint értékben újultak meg útszakaszok. Változások sora lépett, illetve lép életbe a közeljövőben az építkezéseknél. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezek mások mellett az önkormányzatok hatáskörét és az építési napló vezetését is érintik. Utóbbi néhány hete már nem kötelező a magánépítkezéseknél, ahogy más adminisztrációs könnyítéseket is kaptak az építkezők. Még 2015-16 környékén kezdődött el hazánkban az építési igazgatás megreformálása. A meglévő gyakorlat módosításával az elsőfokú építési hatóságok jogkörei járási szintű intézményekhez kerültek át sok helyen. A városoknál ugyanakkor megmaradtak ezek a feladatok az önkormányzatoknál. Ez változhat meg a közeljövőben. A megyei építészkamara elnökének megfogalmazása szerint ezzel a néhány éve tartó folyamat beteljesedik. 2020. március 31-ig valamennyi még elsőfokú hatóságként létező városoknál, tehát külön településeknél a járási kormányhivataloktól független ilyenfajta intézmények betagozódnak, vagy betagozódásra várnak a már meglévő járási szintű kormányhivatali apparátusba. Ez azt jelenti, hogy a meglévő személyi állomány átvétele mellett, az eszközök átvétele mellett, és nyilván az ügyek átvétele mellett kell ennek a folyamatnak véget érnie. Az átvételről a kormányhivataloknak január végéig kell megállapodást kötniük a polgármesterekkel. Nem ez az egyetlen újdonság azonban a területen. A magánépítkezéseknél már október végén jelentős könnyítéseknek szánt intézkedések lettek közzétéve az egyszerű bejelentési eljárást illetően. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy a tervdokumentációt továbbra is fel kell tölteni az úgynevezett ITDN rendszerbe, 8 napon belül pedig az építésfelügyelet ezt áttekint és reagál is rá, ami segítség lehet az építtetőnek, aki ezután nem köteles építési naplót vezetni, ahogy más adminisztrációs feladatok alól is mentesül. Ezen túl nem kötelező tervezői felelősségbiztosítást kötni, ami korábban kötelező volt az adott ilyen típusú munkákra, és a kivitelezők oldalán sem kötelező bevasalni a kivitelezők meglévő, akár egy generál kivitelező, akár szétszedi valaki, hiszen elég gyakori a mi vidékünkön, hogy szétszedjük a feladatot 5-10 alvállalkozóra, mesterre, és akkor ott egyesével kellett ezzel foglalkozni, hogy annak legyen felelős műszaki vezetője, aki felel a adott munka szakszerűségé, és legyen felelősségbiztosítása is. Na most ezek a könnyítések ezt jóval egyszerűbbé teszik. Bár az intézkedések költségcsökkenés hoznak magukkal, Víg József elmondása szerint olyan nyomon követhetősége sem lesz ezután az eseményeknek, mint eddig volt. Ez a könnyítés azonban csak egy lehetőség, a jövőben is ugyanúgy lehet például építési naplót vezetni. Már megvásárolhatóak a hármas kategóriába tartozó szilveszteri tűzijátékok. Évente országosan több tucat olyan tűzesethez riasztják a szakembereket, amelyeket a pirotechnikai eszközök nem megfelelő használata okozott. Ezért a tűzoltóság arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a szilveszteri tűzijátékot mindenki körültekintően használja a megengedett időpontban, vagyis december 31-én 18 órától, január 1-én reggel 6 óráig. Az árusok a fel nem használt eszközöket január 5-éig kötelesek visszavenni. Országszerte több száz helyen lehet tűzijátékot vásárolni, ezeket 2003 óta lehet legálisan beszerezni Magyarországon, azonban a petárda forgalmazása és használata továbbra is tilos. A kisebb tűzijátékok már pár száz forinttól is beszerezhetők, de vannak, akik akár több tízezer forintot is kifizetnek egy-egy pirotechnikai eszközért. Az árusító konténerek polcain sorakoznak a különböző besorolású telepek, ezek a kategóriák az eszközök hatóanyagát jelölik. A legnagyobb hatóanyag mennyiségű eszközök tartoznak a hármas kategóriába, míg a leggyengébbek az egyesbe. A dobozon található magyar nyelvű leírás is fontos, ez jelenti azt, hogy a termék biztonságos.
A tűzijátékok széles választékában a szakemberek segítenek eligazodni, akik felhívják a vásárlók figyelmét arra is, hogy milyen módon lehet az eszközöket biztonságosan használni. A szilveszteri tűzijátékok december 31-én 18 órától január 1-én reggel 6 óráig használhatóak fel. A megmaradt termékeket utána vissza kell vinni az árusítóhelyekre. Az újévi erős fények és zajok távol tartanak minden rosszat, emiatt a babona miatt vált hagyománnyá a szilveszteri tűzijáték. Az újévi gazdagságot pedig a disznóból és rizsből készült ételek fogják meghozni. A szilveszterhez és az újévhez a világ számos pontján kötődnek érdekes babonák. Svájcban például a sörfogyasztással kapcsolták össze a szerencsét. Szilveszter az év azon napja, amihez talán a legtöbb rituál és babona tartozik. Pontban éjfélkor például az összes ajtót ki kell tárni, hogy az új év kimehessen. Új év napján az üres zsebek látványa szegénységet vetít előre, ezért érdemes azokat megtölteni pénzzel. Nem szabad kidobni semmit a házból, mert az azt jelenti, sok kiadásunk lesz egész évben. Szilveszter éjszakáján a nagy hang, a dúroktatás, a hangkeltés, az ajkeltés, ez alapvetően hozzátartozik a ma is, és hát régen is ez így volt a szilveszter éjszakájához, hiszen ez az évnek az utolsó napja, és ilyenkor elűzik vagy eltemetik az évet, és a gonosz űzésnek is egy formája, amikor zajt keltenek, és hát ez szilveszter éjjelén bekövetkezik. Enyhébb formában a pezsgő durroktatásnak, vagy amikor kibontják a pezsgőt, és az pukkan. Erősebb formája az, amikor kint az utcán mindenféle zajkeltő eszközzel zajt keltenek. Babonák az ételekhez is kötődnek. Szerencsét hoz, ha az új év első napján malacköröm, csülök, fül és farok kerül az asztalra, tilos viszont baromfi húst enni. És halat sem ajánlott fogyasztani, mert elúszik vele a szerencse. Sokan készítenek még szerencse pogácsát, ami jóslásként szolgál a következő évre, és nem hiányozhat az ételek mellől a pezsgő sem. A szokás lényege az, hogy ha drága, úri italt iszunk az új év első perceiben, a folytatás is gazdag, úri és fényűző lesz. A sok különböző és néha meghökkentő babonának ugyanaz a célja. Mindazt a célt szolgálják, hogy nem tudjuk, hogy mi történik a jövőben, és hogy valamilyen formában ezt befolyásoljuk különféle cselekedetekkel, akár mágikus cselekedetekkel is, és ezek a napok alkalmasak erre, hiszen ezek évfordulókhoz, itt konkrétan az év véget ér, és kezdődik egy következő, egy új év, egy új reményekkel. És érdekes módon valamikor a karácsonyhoz is kapcsolódtak ilyen évzáró, évkezdő szokások, mert a Gergely-féle naptár reform előtt ez, ami most karácsonyhoz volt, az évvége régen, és emiatt a karácsonyi szokásokban is részben keverednek ezek a szokások, ezek az elemek. A szilveszterhez más országokban is érdekes tradíciók kötődnek. Fehér Oroszországban az újévi kívánságokat 12 papírdarabra írják, és amikor elkezdi ütni az óra az éjfélt, meggyújtják azokat. A kívánságok közül pedig az teljesül, amelyik a 11. ütésnél még nem égett el. Szlovákiában az ünnepi asztalterítő alá pénzt szokás tenni. Svájcban pedig úgy tartják, akkor lesznek szerencsések az új évben, ha pontban 12 órakor 12 korsó sört isznak meg. Előrelépésként értékeli az oltalom szeretett szolgálat vezetője az idén beindított mini bölcsődei szolgáltatásukat és nevelőszülői hálózatukat. Utóbbin keresztül az állami gondozott gyermekeket próbálják olyan nevelőszülőkhöz segíteni, akiknél szeretetteljes légkörben tudnak felnőni. A hajléktalanság, családi erőszak, szegénység elől menedéket keresők élnek a családok átmeneti otthonában, Nyíregyházán. Több kisgyermekes szülő is van köztük, számukra jelent nagy segítséget az a mini bölcsöde, amelyet a részleg közelében nyitottak meg néhány hónapja. Hogy a kisgyermekes édesanyák vagy szülők tudják hova tenni hivatalosan is a gyermekeiket, megőrzésre és közben tudjanak menni, vagy ügyet intézni, vagy ha éppen munkát talál, akkor el tudjon járni. Ő is dolgozni, mert van, amikor egy nő hát 1-2-3 gyerekkel egyedüli családfenntartóként kénytelen ezt megtenni, és ezt a családi bölcsödét indítottuk el,
és azt gondolom, ez egy kicsi hétfős, illetve most bővült már még hétfővel, tehát ez egy kicsi, de rendkívül fontos kiegészítő szolgáltatás. Más feladat is bekerült az oltalomszeretet szolgálat tevékenységi körébe. Szintén ebben az évben indult el preventív jelleggel nevelőszülői hálózatuk. Az állami gondozott gyerekeket próbáljuk meg olyan nevelőszülőkhöz segíteni, ahol azért szeretetteljes légkörben minél kisebb sérülésekkel tudnak fölnőni. Az általános tapasztalatunk, hogy az állami gondozásból, illetve a nem jól működtetett nevelőszülői hálózatból nagyon sok kliensünk érkezik hozzánk, akik nem találták meg a kapaszkodót az életükben. A szeretett szolgálat intézményvezetője azt is elmondta, hogy anyagilag is jó év volt számukra 2019. Biztosan és kiszámítható módon tudták ellátni feladataikat. Szinte folyamatosak voltak az útfelújítások 2019-ben Nyíregyházán. A megyeszékhelyen 20 földutat aszfaltoztak az évben, nyáron pedig mintegy 120 millió forint értékben újultak meg szakaszok, épültek körforgalmak és új buszöblök, de nagy területen újultak meg járdaszakaszok is. 2019 az útfelújítások éve volt, az előző évhez képest ugyanis mintegy negyedével több út épült vagy újult meg Nyíregyházán. A legkomolyabb útfelújítási program nyárra esett, közel 120 millió forint értékben több mint 25 helyen javítottak az útszakaszokon. Ekkor újult meg például a Vasvári Pál utca és a Rákóczi utca közötti rész, itt új buszöblöket is építettek. Átfogó munkálatok zajlottak a Bethlen Gábor utcán, a Búza utcától a Besenyei térig tartó szakaszon. Új burkolat került továbbá a Legyező és a Dugonics utcákra, valamint a Korányi Frigyes utcára is. Az idei évben tavasszal kezdtük el az útépítési munkákat, és december elején végeztünk az utolsó Füredi utca kiépítésével is. 20 helyszínen tudtunk új aszfaltutat építeni a meglévő földutakból, illetve egy helyen a Megyes utcán folytattuk a tavaly már elkezdett útfelújítást, és itt több mint 700 méteren most már a teljes komplett Megyes utca felújítása elkészült. Ugyanakkor nem csak az autós forgalom számára történtek beruházások, az önkormányzat ugyanis közel 200 millió forintot fordított járdafelújításokra 2019-ben. Legutóbb az Ószülő utcán történt ilyen jellegű felújítás, az egy több mint 300 méteres szakaszt érintett. Járdák terén 4 helyszínen újítottunk fel idén nagyobb összefüggő járdaszakaszokat. Ez a Cucor-Gergely utca volt, a Simonyi Mihály utca, Nyírszőlősön az Izabella utca, egy közel 800 méteres szakaszát sikerült felújítanunk, illetve a Józsavárosban az Őszülő utca 99-107 számú társasházak mögötti területen készült el a komplett rekonstrukciója. A felújítások legfőbb célja az volt, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés a városban, így ahol lehetett, szélesítettek a felületen, a város több pontján épültek kerékpárutak, a gyalogosok védelmében pedig a legforgalmasabb helyeken okoszebrákat telepítettek. Közel 30 ezer látogatója volt a Szinnyei Impressziói című kiállításnak a József András Múzeumban. Ez volt 2019-ben a leglátogatottabb tárlat, de közel 12 ezeren voltak kíváncsiak a jégkorszak kiállításra is. A kulturális intézménynek már 2020-ra is összeállt a programja. A Kelet-Szlovákiai Múzeumból például egy gótikáról szóló kiállítás érkezik majd Nyíregyházára. A 2018-as tevékenység alapján a József András Múzeum lett az év múzeuma 2019-ben. Ez az elismerés komoly felelősséget jelentett az intézmény dolgozói számára, igyekeztek ennek idén is megfelelni. Magasan volt a mérce, 2018-ban ugyanis 65 ezer látogatója volt a múzeumnak, és 60 ezer a múzeumfalunak. Az utóbbi ráadásul idén egy nagy felújításon is átesett, ez visszavetette a látogatottságot. 2019-ben mindössze 3 hónapot volt nyitva, ez idő alatt majdnem a tavalyi látogatószám felét sikerült elérni. Ez alatt a 3 hónap alatt is, hál' Istennek, több mint 23 ezer látogatója volt a Sóstói Múzeumfalunak. Ennek nagyon örülünk. Itt van a másik filiánk, a Kálai gyűjtemény. Kálai gyűjteményben 6 kiállítást szerveztünk, rendeztünk, nagyon szépen látogatták is a város lakói. Ez egy kicsit ki szokott esni nekünk a látókörünkből, meg a városlakók látóköréből is, bár mi nagyon figyelünk szakmailag erre a kiállítási helyünkre is. Itt körülbelül 5000 látogatónk volt.
és hát hogyha Józsa András múzeumról beszélek, hogy itt is ugye meg kellett felelnünk az elvárásoknak, hál' Istennek sikerült megfelelnünk. 2019-ben több nagy sikerű kiállítása is volt a múzeumnak. A Jégkorszak 12 ezer, a Szinyei impressziói pedig több, mint 25 ezer látogatót csábítottak az intézménybe. Az állandó kiállításokkal együtt pedig összesen közel 60 ezeren voltak a Józsa András Múzeumban. A tervek pedig már 2020-ra is megvannak, ezeket két éve szervezik a szakemberek. A kiállítások mellett szakmai kiadványok is megjelennek majd, és konferenciákat is szerveznek. A Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeumból egy gótikáról szóló kiállítás érkezik 2020-ban, de bemutatják majd Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrait is. A múzeumok éjszakája pedig Trianonról fog szólni. Óbudáról a Törékeny Vágyak című kiállítást hozzák el Nyíregyházára, amelynek alcíme Porcelánok a királyi asztaltól a panelvitrinig. És ami a nagy durranás, a nagy attrakció lesz jövő évben, ez pedig a Riprónai életművét bemutató, óriási kiállításunk. Minimum 80 festményt, alkotást fogunk idehozni önöknek, ugyanúgy, mint a Szinnyei kiállítást. Azért Riprónairól tudni kell, bármikor van a árverés a világon, Magyarország legkelendőbb alkotásai közé tartoznak azok, amiket maga Ripley készített. A határon túli múzeumokkal kötött együttműködések folytatódnak 2020-ban is. Ungváról egy olyan festménygyűjtemény érkezik, amely a görög-katolikus egyházművészetet mutatja be. A Józsa András Múzeum a megye értékeit háromnyelvű vándorkiállítás formájában viszi el Túlcsára. A Bátori család és Lengyelország kapcsolatát bemutató kiállítás pedig a Zsásovi Múzeumban láthatják majd a lengyelek. A második helyen zárta az alapszakasz első körét az NB1 B piros csoportjában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák 10 győzelem mellett háromszor szenvedtek vereséget. A HEP kupában viszont nem sikerült megismételni az elmúlt évek szereplését, mivel a nyolcad döntőben kiesett a nyíregyházi gárda. Némi játékos mozgás után 6-7-es felkészülést követően vágott neki a bajnokságnak a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Fazekas Csaba, Cura Attila, Olá Zoltán és Szondi Ákos távozott, érkezett Szobi Dániel a TF-től, Brúgos Oliver Miskolcról, Dancses András és légiósként Brighton Hobbs az Egyesült Államokból. Az első két fordulóban idegenben némi meglepetésre vereséget szenvedtek a cápák, aztán viszont 9 meccset nyert zsinórban Siska János együttese. A MASZ elleni hazai mérkőzésen megszakadt a győzelmi sorozat, az évzáró salgótarjáni siker viszont azt jelentette, hogy a második helyen zárt az alapszakasz első körét a Nyíregyháza. A bajnokság kezdetével nem vagyok elégedett. Az a kettő mérkőzés, ami Baján és a Vasasnál történt, az szerintem nem a mi kategóriánk, mármint az a játék nem volt a mi kategóriánk, ennél mi sokkal jobbak vagyunk, és utána bizonyítottuk, hogy jobban is tudunk játszani. Utána viszont úgy gondolom, hogy nagyon szépen összeállt a csapatunk, szépen küzdöttünk. Lehet, hogy azt kell mondjam, az az első két vereség, nem jó ilyet kimondani, de lehet, hogy kellett is ahhoz, hogy a csapat megfelelőképpen tudjon koncentrálni és ráébredjen arra, hogy bármennyire is jónak tűnő a csapatunk összeállítása, az kevés, küzdeni kell, és sokkal koncentráltabbnak kell lenni, de nagyon örülök annak, hogy idegenbeli fontos mérkőzéseket is meg tudunk nyerni, és remélem, hogy ezt fogjuk tudni folytatni majd 2020-ban is. A HEP kupa végjátékában az elmúlt évekkel ellentétben nem lesznek ott a cápák, mivel a nyolcad döntőben hazai pályán vereséget szenvedtek a MEASZ Miskolctól. Van olyan nap, amikor nem sikerülnek a dolgok, és ez a MEASZ elleni mérkőzés az ilyen volt. Szerettünk volna ott lenni, mert a HEP kupa döntő az mindig egy nagyon jó élmény a csapatjátékosainak. Ez most sajnos nem sikerült, fáj nekünk, de koncentrálunk a bajnokságra. Lehet, hogy egy tehertől, illetve nem jó kifejezés ez, mert nem teher. Nagyon örültünk neki, lehet, hogy egy poronttól megszabadultunk, majd a másikon be kell hoznunk azt, amit itt elveszítettünk. A szakmai igazgató szerint a csapatban még mindig van fejlődési potenciál. Én úgy gondolom, hogy sok mindenben tudunk még fejlődni, és nagyon örülök annak, hogyha azt látom, hogy vannak még fejlődési lehetőségek. Ez picit furcsa, mert ugye, ha van fejlődési lehetőség, akkor azt kell látnom az edzésen, hogy valami nem működik jól. De nem erre gondoltam, hanem úgy gondolom, hogy vannak még dolgok, amiben tudunk tovább lépni, tudunk előrelépni, és ez mindenféleképpen kell, ugye a lebonyolítási rendszer miatt a rájátszás a legfontosabb, és abban az időszakban kell a legjobban összeállnia a csapatnak. Úgy gondolom, hogy tudjuk tartani azt, hogy
fölfelé ível a csapat formája és a mutatott játék is, bár ugye erre mondhatják a szurkolóink, hogy nem volt honnan fölfelé ívelni, hiszen az első két meccs az nem a legszebben alakult, de nagyon örülök annak, hogy ez fölfelé ível, és bízom benne, hogy fogjuk tudni ezt tartani. Nem lehet sajnos mindig a legmagasabb szinten lenni a sportban. Azt kell megoldanunk, hogyha következik hullámvölgy, akkor az minél kisebb fájdalmakat okozzon. A nyíregyházi játékosok egy rövid pihenőt követően karácsony után már elkezdték az edzéseket, mivel vasárnap bajnoki meccset játszik a csapat, 19 órai kezdett el a Baja ellen lépnek pályára Cápák a Continental Arénában. Most pedig híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Változások sora lépett, illetve lép életbe a közeljövőben az építkezéseknél. Ezek többek között az önkormányzatok hatáskörét és az építési napló vezetését is érintik. Utóbbi néhány hete már nem kötelező a magánépítkezéseknél, ahogy más adminisztrációs könnyítéseket is kaptak az építkezők. Nem kötelező például tervezői felelősségbiztosítást sem kötniük. Előrelépésként értékeli az oltalom szeretett szolgálat vezetője az idén beindított mini bölcsődei szolgáltatásukat és nevelőszülői hálózatukat. Előbbi a kisgyermekes anyáknak jelent nagy segítséget, amíg dolgozni vagy ügyeket intézni mennek napközben. Utóbbin keresztül pedig az állami gondozott gyermekeket próbálják olyan nevelőszülőkhöz segíteni, akiknél szeretetteljes légkörben tudnak felnőni. Szinte folyamatosak voltak az útfelújítások 2019-ben Nyíregyházán. A megyeszékhelyen 20 földutat aszfaltoztak, és mintegy 120 millió forint értékben újultak meg útszakaszok, épültek körforgalmak és új buszöblök, de nagy területen újultak meg járdaszakaszok is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 30-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap, azaz az év utolsó napján várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!